Nagy Máté László vagyok, 19 éves, sportágam a sportlövészet. Máté tavaly első éves juniorként szabadpisztoly 50 méter kategóriában junior országos bajnoki címet szerzett 23 körös előnnyel és egyéni csúccsal. 2016-ban a szabadpisztoly 50 méter kategóriában ifjúsági országos bajnok lett. 2014-ben kezdtem ezt a sportágat. Édesapám is sportlövő, és ő vitt le először edzésre. És először nem nagyon tetszett, de aztán egy idő múlva rájöttem, hogy miért is lehet ezt szeretni, és azóta járok. Megkértem a Mátét, hogy hát én sportlövő vagyok, hogy nem fogom én ezt erőltetni, de próbáljuk meg. Tehát annyit kértem tőle, hogy 2 hétre jöjjön el heti 3 edzésre, és ennyit kértem, semmi többet, és mondtam, hogy ha tetszik, maradhatsz, ha nem tetszik, akkor nem kell csinálni, és eljött, és megtetszett neki, és az első sikerélmény nagyon gyorsan jött, 6 héttel azután, hogy először megjelent a lőtéren, elindult országos bajnokságon a tehetségkutató kategóriában, 20 lövésben, és meglepetésre azt megnyerte. Igyekszem ezt elkülöníteni, hogy édesapám az edzőm. Amikor ott vagyok a lőtéren, én úgy kezelem, mintha nem én az édesapám lenne, viszont könnyebbség számomra, hogy meg tudok vele osztani olyan dolgokat is, amiket mondjuk egy idegennel nem szívesen lennénk. A Mátéről tudni kell, hogy egy nagyon nyugis gyerek. Nem ez az örökmozgó, hanem megfontolt, és ez a lövészetben ez egy előnyt jelent. Nem feltétlenül mondom én azt, hogy aki nem ilyen, abból nem lehet jó lövő, de én úgy gondolom, hogy aki pontlövésre adja a fejét, annak ez a nyugodtság, megfontoltsága szerintem előnyt jelent. Szerintem az elszántság az, ami bennem pozitív jellem. Én, ha nem megy jól az edzés, vagy ha nem megy jól a verseny, akkor se adom fel, és mindig megcsinálom, amit az edző mond, és hiszek benne, hogy ez eléri majd a célját. Ő soványka volt, és nem volt ilyen jó fizikuma, azért, hogy ő az elmúlt 2 évben körülbelül 15 kg izmot szedett föl, azért ő nagyon-nagyon sokat dolgozott, és ezért nagyon büszke vagyok. Ez az egyik, amiben hatalmasat lépett előre, és erre szükség is volt, ugye, mert a tartóizomzatnak ez a fejlettsége, ez mindenféleképpen előnyt jelent. Igazából verseny előtt mindig bemelegítek, megvan a kis rituálém, hogy hogyan készülök rá a versenyre, és igazából már az előző nap gondolok a versenyre, hogy hogy fogom csinálni, eltervezem, és így készülök a versenyre. Ez nem olyan régiben volt egy verseny, amit kiemelnék, január 6-án a születésnapomkor, és én azt szerettem volna, hogyha ha jól sikerül a verseny, és sikerült is, és egyéni csúcsot lőttem, és édesapámat is megelőzve ezzel én voltam összesítésben az első helyen. Nekem a legkedvesebb pillanatom az volt, amikor tavalyi országos bajnokságon szabadpisztollyal egyéni csúcsot lőtt úgy, hogy 2 héttel a verseny előtt nem tudott edzeni, mert egyéb más elfoglaltságai, iskolai elfoglaltságai voltak. Mindig, amikor edzünk, vagy amikor versenyen elindulunk, akkor ez a cél lebeg a szemünk előtt, hogy majd mi az olimpián az aranyérmet meg fogjuk nyerni, és ebben mi hiszünk is, és ezért dolgozunk, és így elég könnyű dolgozni. A távoli célom az mindenképpen egy olimpiai aranyérem, de addig szeretnék megmutatni magamat nemzetközi versenyeken is, döntőbe kerülni, és aztán dobogóra állni, és hogyha ezek már úgymond rutinná váltak, akkor azt mondhatom, hogy reális cél az olimpiai aranyérem.
Döntsd el, ki legyen a hét hőse, és ki nyerje a Digisportos ajándékcsomagot. Ki kapja fődíjunkat, a Digisport ösztöndíját, a havi 100 000 forintot egy éven keresztül. Szavazz a naphőse.digisport.hu weboldalon, és nyer Digisportos ajándékcsomagot, ajándékutalványt, vagy Asus 2-in-1 laptopot az usanotbook.hu felajánlásával. A műsor támogatója az Asus laptopok forgalmazója, az usanotbook.hu.